Tudtam, hogy valami nincs rendben, már vissza kellett volna érniük. Édesanyám azt mondta, hogy sötétedésig halásznak, de nekem Rex megígérte, hogy 6-ra hazaér. Keisha Willimon nagyon aggódott. Férje és 6 másik családtagja aznap reggel halászni indultak a dél-karolinai Charleston partjainál. Már későre járt. Mégsem értek vissza. 12 órával korábban ugyanis komoly bajba kerültek. Észrevettem, hogy az egyik motor egyszer csak elkezdett dadogni és kikapcsolt. Próbáltam újraindítani, de csak kattogó hangot adott. Körülbelül 10 másodperccel később megszólalt a vízjelző készülék. Rögtön eszembe jutott, hogy imádkoznom kell. Már majdnem egy méteren állt a víz a hajó aljában, és csak áramlott befelé. Rex vészjelzést adott le, percekkel később pedig a hajó 30 kilométerre a partoktól elsüllyedt. Csak az óra maradt fenn, ebbe kapaszkodtak a férfiak és a 3 gyerek. Rövidesen az elemek erejével kellett küzdeniük. Nagyon kimerültek, mivel az áramlat kétszer is elsodorta őket a jachttól. A fejünk égett a forróságtól, a víz pedig hideg volt. Kiszáradtunk, megcsíptek a medúzák, és nehéz volt folyton úszni. És alig bírtunk fennmaradni a hajóval. Nagyon nehéz volt. Időközben a parti őrség is a keresésükre indult, ám a Rex által leadott vészjelzés megszakadt, és a csónakot a parttól 2 mérföldre keresték, 18 mérföldre attól a helytől, ahol elsüllyedt. Nem érzékelték Rexéket, és felhagytak a keresésükkel. Ahogy a nap lefelé hanyatlott, a kis csoportnak újabb kihívásokkal kellett szembenéznie. Ahogy sötétedni kezdett, rájöttem, hogy itt kell töltenünk az éjszakát. Éreztem a cápákat. Vagy én rúgtam beléjük, vagy ők lüktek meg engem. Csak Rex és a sógora vették észre a cápákat, de nem szóltak a többieknek. Szerencsére a cápák egy idő után elmentek. Eközben Rex felesége riasztotta a parti őrséget. Ők közölték a családdal a délelőtti sikertelen keresést, és kérték, hogy nézzék meg, nincs-e a hajó a kikötőben. Amikor látták, hogy a hajó helye üres, jelentették a parti őrségnek. Aztán elővették bibliájukat, és imádkozni kezdtek. A Jakab egyházban azt olvastuk, hogy nem szabad kételkednünk, mert aki kételkedik, hasonló a tengerhabjához, amit a szél ides tovahány. Mintha Isten szólt volna hozzám, hogyha a hitedet belém veted, én mindenen át segítelek. A Keishától kapott további információk segítségével a parti őrség folytatta a keresést, ám egyre több idő telt el, lehűlt a levegő, és a hajó törötteket a kihűlés veszélye fenyegette. Egész éjjel a vízben voltunk. Rettentő hideg volt, reszkedtünk, állandóan vacogtak a fogaink, semmit nem tudtunk tenni. A víz alatt a lábainkkal összekapaszkodtunk, és próbáltunk összekucorodni, amennyire csak tudtunk. De még így is borzasztó hideg volt. A barátok és a családtagok egész éjjel imádkoztak. A hajó töröttek is imádkoztak, amikor megpillantották a sötét vizet pásztázó helikoptereket. Otthon a nők tudták, hogy imájuk meghallgatásra talált. Anyukám így szólt, készüljünk, én pedig azt válaszoltam, hogy igen, nem sokára hívni fognak. Reflektorfény szelt át a vizet épp napkelte előtt. Húsz vízben töltött óra után a csapat megmenekült. Amikor a közelünkbe értek és ránk világítottak a reflektorral, mint a feltámadás reggele. Mindenki biztonságba került, a napégést és a kiszáradást kezelni kezdték. Nemrégiben a család újra összegyűlt, hogy megemlékezzék arról a hétvégéről. Ám egy dolog továbbra is rejtély maradt. Hogyan volt képes a 12 méter hosszú jacht fennmaradni 20 órán át a majdnem 20 méter mély vízen?
Rex szerint erre egyetlen válasz adható. Egy angyal volt a hajó alatt. Amikor ki akarták emelni a hajót a vízből és bevontatni, elengedte, és a hajó elsüllyedt. Addig volt ott az angyal, amíg szükségünk volt rá. Ez egy hatalmas csoda volt.